Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Békesség veletek. És a lelkeddel. A Lateráni Bazilika felszentelésének ünnepe van. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy tiszta lélekkel ünnepelhessük az Úr Jézus Krisztust. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen minket az örök életre. Thank you.
könyörögjünk. Istenünk, Te élő kövekből, választottaidból emelsz örök hajlékot fölséges nevednek. Hadd, hogy egyházadat bőkezően töltse el az ajándékozó Szentlélek, és hívő népedből egyre inkább felépüljön a mennyei Jeruzsálem. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Ezekiel próféta könyvéből. Számüzetésünk 25. esztendejében az Úr eljött isteni látomásban, és egy angyal odavezetett a jeruzsálemi templom kapuja elé. Láttam, hogy a küszöb alól víz fakadt a ház keleti oldalán, keletre nézett ugyanis a templom főbejárata. A víz az épülettől jobbra folyt le, az oltártól dél felé. Azután az angyal kivitt az északi kapun, s a külső kapun kívül fekvő útra vezetett, amely keletre visz. És íme jobbról forrás tört elő. Kísérőm így szólt, a keleti vidék felé indul ez a víz, tehát keletre, onnét majd lehömpölyög a sivatag felé, a sivataktól tovább zúg le a holtengerig. Ez a víz a sóstenger vizet is egészségessé teszi. Amerre árad e folyó, minden lény élni fog. Ahová eljut ez a víz, igen sok lesz a hal, amit csak öntöze folyó, minden virulni fog. A folyó mentén mindkét parton sok gyümölcs van ő, lombjuk le nem hull, s gyümölcsük nem fogy el. Havonként érik friss gyümölcsük, mert vizük a szentéből fakad, gyümölcsük étel, lombjuk pedig orvosság lesz. Ez az Isten igéje. Csörgedező patakok vidítják Isten városát, a magasságbelinek szentséges lakóhelyét. Csörgedező patakok vidítják Isten városát, a magasságbelinek szentséges lakóhelyét. Isten az erőnk és menedékünk, biztos segítségünk, amikor minket szorongatnak. Ezért nem félünk, ha megrendül a föld alattunk, és ha hegyek elmerülnek a mély tengerbe. Csörgedező patakok vidítják Isten városát, a magasság belinek szentséges lakóhelyét. Folyói ágai vidítják Isten városát, a fölséges Isten szent hajlékát. Meg nem inog, mert Isten lakik benne, az erős Isten, jár.
az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Abban az időben, mivel közel volt a zsidók húsvétja, Jézus fölment Jeruzsálembe. A templomban árusokat talált, akik ökröt, juhot és galambot árultak, valamint pénzváltókat, akik ott ültek. Ekkor kötelekből ostort font, és kikergette mindnyájukat a templomból, ugyanígy a juhokat és az ökröket is, a pénzváltók pénzét pedig széllyel szórta. Az asztalokat felforgatta, a galambárusoknak meg azt mondta, vigyétek innét ezeket, ne tegyétek atyám házát vásárcsarnokká. Tanítványainak eszébe jutott, hogy írva van, emészt a házadért való buzgóság. A zsidók erre így szóltak, miféle csodajelet mutatsz, hogy ezeket teszed? Jézus azt válaszolta, romboljátok le ezt a templomot, és én 3 nap alatt fölépítem. A zsidók azt felelték, 46 esztendeig épült ez a templom, és te 3 nap alatt fölépíted azt? Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor feltámadt a halálból, tanítványainak eszébe jutott, hogy ezt mondta, és hittek az írásnak, és Jézus szavainak. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Az evangélium. A jeruzsálemi templom kiválasztott és megszentelt hely volt, amit megszentségtelenítettek, vagy beszennyeztek olyan cselekedetekkel, ami Isten templomához nem méltó. Jézus megtisztítja a templomat. Minden templom szent hely, Istennek lefoglalt szentéllyel. Az egyház élő kövekből épült templom, Istennek lefoglalt szentély. Jézus a templom megtisztítása után a saját haláláról és feltámadásáról beszél. Bontsátok le ezt a templomot, a saját testének a templomát, és én 3. napra felépítem azt. Nem csak az egyház szentély, hanem egyenként a tagjai is, az élő kövek, akik mi magunk vagyunk, mert Isten szent lelke által maga a szent él bennünk, és ettől a testünk szentélyé változik. Bárcsak így mernénk tekinteni saját testünkre, arra az ajándékra, ami a szeretet ajándéka, és amit Isten alkotott és szentelt fel az ő jelenlétével. Ha szentének tekintenénk, akkor nem élnénk vissza a testünkkel, hanem vigyáznánk rá. A legáltalánosabb visszaélés a testünkkel az, hogy agyon halszoljuk magunkat, hogy nem pihenünk, vagy csak nagyon keveset pihenünk. Kizsigereljük és kizsákmányoljuk a testünket, mondván, hogy annyi a dolgunk, annyi a feladatunk, hogy most másképpen nem lehet élni, vagy másképpen nem lehet megélni, és nem pihenünk. Ezzel a szentét romboljuk le, azt a szentét, amelyben Isten lakást vett. Rombolhatjuk ezt a szentét bűnös szokásokkal és szenvedélyekkel is, amik szintén méltatlanok Isten szentélyéhez, Isten templomához. A 3. napra fölépítem azt, ígérete, a
az nem csak arra vonatkozik, hogy föl fogunk támadni, ahogyan a mi Úrunk Jézus Krisztus föltámadt, és akkor ez a szentély újraépül, feltámadott testté változik. Ez az ígéret arra is vonatkozik, hogy amit lerombol a bűn, a sebzettség, a betegség, azt Isten képes újjáteremteni, felépíteni a romjaiból, akkor is, hogyha a betegség rombolja, akkor is, hogyha a bűnök rombolják. Köszönjük meg Istennek a testünket, amely Isten szeretetének az ajándéka. Kérjük a Szent Lelket, hogy vigyázzunk erre a szentélyre, a testünkre, és hogyha szükség van újraépítésre, újjáteremtésre, akkor kérjük az Urat, hogy teremtse újjá, építse újjá a testünket, akár betegségről van szó, akár a bűnök által megsebzett testről. Az Atya, Fiú és a Szent Lélek nevében. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretének dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszentet áldozatára. Kérünk, Istenünk, fogadd szívesen áldozati adományainkat. Add meg, hogy mindazok, akik itt hozzád folyamodnak, szentségeid kegyelmében részesüljenek, és elnyerjék, amire vágyakoznak, Krisztus, a mi Úrunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Emeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, mert jótékonyságod lakóhelyéül választod az imádságházát, hogy kegyelmed folytonos segítsége által minket a Szentlélek templomává építs, melyet ragyogva eltölt a neked tetsző életfénye. De Krisztus jegyesét az egyházat is jelenti a látható épület, mert egyházadban is szüntelenül folytatod a megszentelés művét, hogy számtalan gyermek boldog anyjaként elnyerje tőled dicsőséget, fényét. Ezért mi is az összes angyalokkal és szentekkel együtt magasztalunk téged, és újjongva zengjük. Dicsőséged betölti a mennyet és a földet.
valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. És hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk néked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben. Ferenc pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged. Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Amen. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint, így imádkozunk, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert így az ország, a hatalom és a dicsőségünk, mindörökké. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek.
ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a felelhetően. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Könyörögjünk.
Istenünk, Te úgy akartad, hogy a földi egyház a mennyei Jeruzsálem előképe legyen. Engedd, hogy az áldozatban való részesedésünk kegyelmet templomává tegyen minket, és egykor majd juttasson el dicsőséges hajlékodba Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a veletek. Legyen áldott az Úr neve. Most is és örökké. Az Úr a mi segítségünk. Aki az eget és a földet alkotta. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A szentmise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála.